Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke a vendégem. Kezdjük sokan, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Pártja tagja még Szanyi Tibor? Tudtommal igen. Terveznek bármilyen intézkedést vele szemben a hétvégi Facebook posztja okán? Ezt a pártvezetés el fogja dönteni. Én azt hiszem, Szanyi Tibor jól ismeri a magyar közvélemény és a közélet. Hogy is fogalmazok, érdekes színfoltja a magyar politikának. Minden esetre az a bejegyzés, amit nagy vihart kavart, azzal személy szerint én nem értek egyet, és egy Facebook bejegyzés sohasem azonos a párt hivatalos álláspontjával. Igazából csak meglepett az, hogy a Fidesz milyen erős kirohanást tett ez ellen a bejegyzés ellen. De akkor nem rohant ki a Fidesz annyira, amikor 2015, ha jól emlékszem, február 17-én Putyin megkoszorúzta a kerepesi temetőben egy olyan emlékművet, ami ellenforradalomnak minősítette 56-ot. Tehát ebből is látszik, hogy a Fidesz kétarcú, és lényegében, de hát amit a beszédében meg Orbán egyáltalán művelt, az kritikán aluli. Ön egy profi politikus, tehát kérdeztem valamit, és a mondat második fele már arról szólt, hogy de a Fidesz, és onnantól fogva jöttek a Fidesz bűnei. Lehetséges ezt a Facebook posztot egyszerűen egy érdekes színfoltnak a bejegyzésének tekinteni? A forradalom és szabadságharc ünnepén. Nézze, az tény, hogy én Szanyi Tibort minősítettem érdekes színfoltnak. Ezt mondtam, egy érdekes színfolt bejegyzésének. Én is és rájön. A bejegyzéssel viszont messze menőkig nem értek magam egyet, és nem is ez a párt hivatalos álláspontja. Ugyanakkor a pártvezetője azt mondta, Molnár Gyula, hogy én feladtam azt, szó szerint idézett, én feladtam azt, hogy minden pártagot egyenként próbáljak meg rendre utasítani. Ez azt jelenti, hogy a pártelnök elvesztette a kontrollját a párt vezető tagjai fölött is. Szerintem ezt ön rosszul értelmezi. Egyszerűen csak arról beszél, hogy nem akar Molnár Gyula olyan lenni, mint egy diktátor, mint amilyenek ma vezetik ezt az országot. Hát de ha valaki ír egy rettentően nagy otrombaságot, mondjuk a forradalom és szabadságharcnak az évfordulóján, amit tegnap például Őrsi László történész egy MSZMP-s, egy kommunista kiírásnak tart, akkor azt nem lehet azt mondani, hogy valami fölött nem. Ha én itt az ATV stúdiójában most a kamera előtt mondok valami egészen eszement dolgot, akkor holnaptól nem dolgozom például itt? Na, ezzel ne kísérletezzen szerintem. Nem is akartam? De szerintem, mondom, a párt ezt el fogja rendezni. Lesz valamiféle vizsgálat? Ugye hogyan követelhetik, hogy a Fidesz határolódjon el? Időnként követelik mondjuk Bayer Zsolttól, a Jobbiktól vagy a Gárdától, akkor, hogyha a saját tagjai között is vannak ilyen kiszólások, és hát elég nagy vihart kavartak. És lesznek is, hiszen az MSZP az egy nagyon nagy párt. Nagyon sokféle ember van benne, akik nagyon sokféleképpen élték meg egyébként. Nagy párt. 56-ot. Lényegében a társadalom széles rétegeit foglalja magában, nem a számára, mennyiségére gondolok, hogy hány pártag van, vagy hogy mekkora a bázisa, hanem a jellegére, még mindig néppárti jellegű, hogy értse ön is, hogy mire gondolok. Az egészen államközpontú, baloldali, szélső baloldali gondolkodású emberektől egészen a szociálliberálisokig az MSZP gyűjtőpártként működik a társadalomban. Éppen ezért a mi vitáink azok nagyon sokszínűek, és az MSZP egy vitatkozó párt. Ebből kifolyólag 56-hoz, de még a magyar rendszerváltáshoz is nagyon sokszínű a véleményem a párt tagjainak, és a szimpatizálási... Ebbe belefér, utolsó kérdésem, esküszöm, ebbe belefér az, hogy valaki egy történész szerint is egy MSZMP és egy kommunista bejegyzést tegyen, már-már, hát nem is konkrétan idézőjelbe téve az ünnepet, és már-már ellenforradalomról cikkezve publikálva? Én azt hiszem, hogy Szanyi Tibor magánvéleményét közölte. A pártnak nem ez a hivatalos álláspontja, azt, ami egyébként az MSZP hivatalos álláspontja, és amit mi demokraták, a többi demokratikus párttal gondolunk, azt a Nagy Imre emlékháznál mondtam el tegnap. Akkor, amikor sok-sok ellenzéki képviselővel, többek között önnel is beszélgettem itt a stúdióban, akkor többen megjegyezték azt, hogy jó lenne, és ez egy határidő volt, hogy október 23-án valamit már Magyarország népének bemutassanak, mint egyfajta ellenzéki összefogást a Fidesz-KDNP-vel szemben. Most az ATV híradóját nézve több mint 20 percig számoltunk be különböző pártok és pártocskáknak a különböző pici és még kisebb megemlékezéseiről. Jól láthatóan nem volt egy színpad, jól láthatóan nem volt egy nagy demonstráció, miközben a miniszterelnök nagyon sok ember előtt beszélt.
Nézze, még egyszer mondom, nem, szerintem nem abban kell versenyeznie ma kormánynak és ellenzékének, hogy ki tud több embert oda buszoztatni, ráadásul a Nagy Imre emlékháznál, ahol tegnap együtt ünnepeltünk mind a 7 demokratikus ellenzéki párttal, és megtiszteltetésnek tartom, hogy azok ünnepeltek és emlékeztek együtt, akikre leginkább számítanak az elégedetlenkedők, és akik 2014-ben egyszer már egymás tenyerébe csaptak. És külön öröm számomra, hogy elfogadták azt, hogy beszélhettem a nevük is arról, hogy mit jelent ma nekünk 56, és miért harcolunk az ellen, az elnyomás ellen, ami ellen 56 hőse is harcoltak. Soha nem gondoltam volna, főleg nem 2017-ben, hogy ugyanez az elnyomás visszajön Magyarországra, és pont az, aki anno fennhangon szónokolt 56 hőseiről, vagy Nagy Imre újra temetésén, az ma lényegében ugyanazt a diktatúrikus világot hozza vissza, amiért harcoltak, ami ellen harcoltak 56 hősei. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy Nagy Imrét hogyan akarja lényegében kitörölni az emlékezetből és a hősök sorából Orbán Viktor. Miért érzi azt, hogy Nagy Imrét, a forradalom miniszterelnökét megpróbálja kitörölni? Ezen nagyon-nagyon sokat gondolkodik ma történész, egyszerű ember, pártagjaink, akik 56-ot átélték, akik ismerték Nagy Imrének a munkásságát, akik kutatják. Nagyon sokat beszélgetünk erről, hogy szinte a 60 évforduló kapcsán, ugye tavaly ünnepelte, és hát a kormány lényegében teljesen a fókuszt elvitte Nagy Imréről, miközben az újratemetésén fönnhangon szónokolt. Én azt hiszem, megvan ennek az oka, és ez elég világosan látszik, hogy Orbán Viktor nem képes és nem akarja felismerni azt, amit Nagy Imre annó vezetőként egy nagyon kemény, vészterhes történelmi időszakban mégiscsak felismert. Ez pedig az, hogy a nép soha nem lehet egyenlő az éppen aktuálisan hatalmon lévő kormányával. Ezt Orbán nem tűri. Nagy Imre államférfi volt, felismert akkor valamit, és a nép oldalára állt, felismert, hogy sokszínű ez az ország, sokféle ember él benne, sokféle hagyománnyal, történelemmel. Orbán Viktor homogenizálni akarja ezt az országot, fideszesíteni. Lényegében, ha nem vagy fideszes, akkor nem vagy. Azt hiszem, ha valami miatt elüldözi ma a történelemből, a megemlékezésből, a közös, hogy is mondjam önnek, emlékezett politikából kiírtja azokat az embereket, akik elfogadóbbak és nyitottabbak voltak mindenki irányába. Képviselő asszony, ugyanakkor, hogyha ez valóban így van, akkor a nép egyszerűen fogja, és jövő áprilisban, májusban elzavarja ezt a kormányt, levártja Orbán Viktor miniszterelnöket, és többen nem lesz szerepe mondjuk a magyar politikában. Ehhez képest, ha mai napon, fél évvel a választások előtt ránézünk a közvélemény kutatási eredményekre, akkor látunk egy nagyon erős Fidesz, KDNP-t, egy nagyon erős kormányoldalt, egy nagyon erős miniszterelnököt, és egy sarokban sem lévő, vagy a kanyarban sem lévő ellenzéket, amely annyi felé tagozódott, hogy igazából már én magam sem tudom néha, hogy kikivel van és kiki ellen. Nézze, a nagyon szó itt szerintem túlzó a Fidesszel kapcsolatban. Nincs a Fidesznek 2 millió szavazója. Mihez képest, bocsánat, az önökhöz képest, ami az ellenzékhez képest. Az ellenzék egyébként egy együttműködéssel ott van a Fidesz sarkában. Hol az az együttműködés? Mondja már meg. Hát most mondtam el, tegnap Nagy Imre emlékház előtt ott működtünk éppen együtt. Szuper, de akkor na, kérem szépen, hogy akkor most kezdje el sorolni, hogy miben fognak össze, mert abban igaza van, hogy a versengés az elsősorban a választás, egy pártoknál a választás ugye önmagában a versengésnek a lényege. Mondja el, hogy ki a egységes ellenzék miniszterelnök jelöltje, például Balázs Péterre, hogy 106 jelölt közül hány az MSZP-s, hány a DK-s, hány a Momentumos, hány az LMP-s, hány a Párbeszédes, az Együttes, és megpróbálok még néhány nevet különböző emlékezeteimből összeszedni, hogy milyen pártok vannak. Tehát akkor kérem, jelentse be. Bejelentem azt, hogy ma van egy olyan választójogi törvény, ami lényegében a Fidesznek kedvez. Ez az igazából az, ami elveszi a magyar embereknek azt a lehetőségét, hogy olyan szinten érvényesüljön a saját szavazata, ahogy azt szeretné. De ez a törvény, akkor ezek szerint önök most vereségre azok, készülnek? Azok, akik 2014-ben együttműködtek, és már egymás tenyerébe csaptak, ők újra együtt fognak működni, és újra egymás tenyerébe fognak csapni. Ezt várja tőlünk a választó és a saját bázisunk. Mi nem ellenfeleknek, hanem társaknak tekintünk egymásra, és kezet fogunk fogni. 106 egyéni választókörzetben, hogy Vadai Ágnes is elmondta, meg lesz az
egyetlen egy jelölt, a Fidesszel és a Jobbikkal tehát szemben. Tehát nem indul a Momentum külön, nem indul az LMP de külön. De el fognak indulni valószínű külön, és ezzel nagyban veszélyeztet, nem lesz egy. Nagyban veszélyeztetni fogják azt az egységet, és azt a választási sikert, amit el lehetne érni. Képviselő asszony egy mondatában mondott ellen saját magának, bocsásson meg, hogy erre megpróbálom egy pillanatra zárásként rávilágítani, azt mondta, hogy meg lesz az egy jelölt, de ők külön indulnak, és ezzel is veszélyeztetve. De miért kellene a Momentumnak vagy az LMP-nek, ezt el fogják dönteni a választók. Tudja még hány kamupárt lesz ezeken kívül? Ezek kamupártok? Az 200, már 200 ezeken bejegyzés. Kívül. Bocsánat, akkor ezt a mondatot rögzítsük, legyen kedves. A választók fogják eldönteni azt, hogy kit tartanak valódi pártnak, és kit tartanak, taszítanak abba a kategóriába. Tudja, hogy hány kamupárt lesz még ezeken kívül? Ez a mondata. Azokon a pártokon kívül, akik ma parlamenti párt, vagy akik ma már jelentkeztek a választásokra, folyamatban van folyamatosan a kamupártok, amit a Fidesz direkt azért pénzzel, hogy elinduljanak. A 18. kerületben Pesszentlőrincen, Pesszent Imrén 56 szavazattal veszítettem el. Kevesebb volt a különbség köztem és a fideszes jelölt között, mint amit a kamupártok elvittek. Nagyon kemény kampányt kell folytatni, nagyon keményen együtt kell működni, lesz közös miniszterelnök jelölt is. Nyugodtan várják ki, meg fogjuk oldani, ez a mi feladatunk és a mi felelősségünk. A választók meg el fogják tudni azt dönteni, hogy ki a kamupárt kategória, és ki az, aki valóban Orbán Viktort szeretné leváltani, és egy normális, demokratikus, fejlődő Magyarországot csinálni. Fú, de sokáig beszélgettünk volna még, de időnk lejárt. Köszönöm szépen, hogy itt járt ma. Én is köszönöm a lehetőséget.